Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagy tisztelettel köszöntöm kedves vendégünket itt a stúdióban, a Nagy Andort, volt izraeli és osztrák nagykövetet. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm Önt is, meg a hallgatókat is. És hát nem titkolt célunk, szeretnénk, ha egy kicsit beavatna minket az osztrák mindennapokba is, amennyire lehet, illetve kicsit tisztába kerülnénk az osztrák belpolitikával, aztán a külpolitikával is. Sok kérdéssel készültem, úgyhogy bele is vágok a kellős közepébe. Július 14-én köszönt le, jól mondtam a dátumot. Jó, igen. Jó. Tehát eznek nincs, ez, ez viszonylag egy friss dátum még. Milyen élményekkel jött haza, egyáltalán ezt a tíz évet, amit külföldön töltött, ezt hogyan élte? meg, és konkrétan Ausztriából hogyan jött haza, hogy érezte magát ott? A nagykövetnek lenni az egy kiváltság, tehát azért nem volt rossz dolgom. Izraelben is úgy voltam öt évet, hogy a mi nagykövetek négy évre megyünk külszolgálatra, és aki jól végzi a munkáját, meg szeretne maradni, az kérhet hosszabbítást. Ezt megtettem Izraelben is, meg Ausztriában is, és július 14-én járt le a az Ausztriai öt évem, tíz évet voltam a családommal külföldön, és azért jöttem haza, mert egyébként maradhattam volna, meg szeretem is a munkámat, mert a, gyerekek, a kisebbik gyerekeim, a négy lányomból a két kisebbik, aki kilenc meg 12 éves, ők még nem éltek igazából Magyarországon, és fontosnak tartottuk a feleségem, hogy legyenek magyar gyökereik is. Ugye megtanultak két nyelvet, láttak világot, éltek Izraelben, a legkisebbik ott is született, meg éltek Ausztriában is, de fontos, hogy tudják, hogy ők magyarok, hogy hova valók, ismerjék jól meg a szomszédokat, a, legyenek itt is barátaik, meg családjaik is a családjuk is, és a, a feleségem is cégvezető, aki ingázott az elmúlt években, és így úgy döntöttünk közösen, hogy én egy évet ugyan hosszabbítok, de ők már egy éve visszajöttek, és egy ilyen családegyesítés volt. Hm. És én most a szeptembertől a magánszférába helyezkedem el, tehát nem is megyek külföldre, mert szép volt, jó volt, de elég volt. És akkor Ausztriáról meg annyit, hogy... Ugye sielni járnak a magyarok alapvetően Ausztriába, meg Pándorfba bevásárolni, nyaralni, és sokan azt hiszük, hogy Ausztriát ismerjük. Azt én is ott szembesültem vele, hogy azért Ausztriának van olyan arca, amit az ember csak akkor ismer meg, amikor ott él. És szeretném elmondani a rádióhallgatóknak, hogy most már legalább olyan 150 ezerre tehető azoknak a magyaroknak a száma akik Ausztriába élnek, illetve ott dolgoznak, rengetegen ingáznak például, majdnem 40 ezer ember megy át naponta Magyarországról Ausztriába dolgozni, és azért ezek nagyon nagy számok a németek után mi magyarok adjuk a legtöbb vendégmunkást. Nem mi vagyunk a legtöbben, a több romániai van, több szerb Ausztriában, németek is nagyobb számban élnek, de vendégmunkásként a magyarok a németek után a második helyet foglalják el, ami egy komoly pozíció. És milyen jellegű munkát végeznek ott ezek a magyar vendégmunkások, tehát a fizikai munkára kell itt gondoljunk? Nagyon sokféle munka van, de a a turizmusban dolgoznak, a éttermekben, Bécsben nagyon nehéz úgy elmenni való, hogy ne lehessen magyarul rendelni, azt úgy élvezi is az ember, hogy beül mondjuk meginne egy sört, és előbb-utóbb kiderül, hogy azért van egy magyar pincér, vagy ha elmegy valaki sielni, nem is Tájer márkba, hanem mondjuk Tirolba, ott is rengeteg magyarra találkozik. Van is egy beceneve a magyaroknak, németül úgy hívják őket, hogy a kis méhecskék, ami egy, egy pozitív dolog, mert nagyon szorgalmasak, és az osztrák munka, vála, munkáltatók nekem mind azt mondták, hogy azért kedvelik a magyarokat, mert megbízhatóak, meg ellentétben sokszor az osztrákokkal mindig a probléma megoldás keresik, nem az, hogy hogy nem lehet valamit megcsinálni. Mi azért ismerjük azt, hogy vannak kis kapuk az életbe, és hogyha valami nem megy egyenes úton, akkor megpróbáljuk másképpen, de megoldani a dolgokat, és ezt az osztrákok értékelik. Amikor kitört a, a COVID-járvány, akkor, akkor szembesült vele Ausztria is, hogy mennyi magyar megy el, és mennyi állás marad betöltetlenül. Én magam se tudtam, hogy például Burgenlandban, ugye Burgenland az a tartománya Ausztriának, amely keleten van, és mi kizárólag Burgenlandon keresztül érintkezünk Ausztriával. Tehát ha valaki átlépi az osztrák határt, akkor valahol Burgenlandba lép be. És a, a egészségügyi ellátás, az a Magyarországról ingázó, meg Magyarországról átköltözött, átköltözött egészségügyi dolgozók nélkül összeomolhatott volna. Ugye ezek, ezeket csak azért mesélem el, mert mondtam egy számot, hogy 150 ezer magyar van körülbelül, de annak olyan területek, lásd burgellan egészségügyi szféra, ahol nélkülözhetetlenek a magyarok, ugyanígy a, dolgoznak a idény munkásként is, nagyon sokan dolgoznak az építőiparban, az ingázók közül többen járnak, át, vannak magyar cégek, akik szolgáltatásokat nyújtanak Ausztriába, és ez olyan magyarokat megbecsülik, a nyelvet is megtanulják előbb-utóbb sokan, és ez, ez mindegyik arra bizonyíték, hogy a magyar az jó munkavállaló. Azt mondta, hogy a beceneve ezeknek a magyaroknak a kisméhecske, ez azt is jelenti, hogy valamelyest a megítélése a magyaroknak változott, és most nekem ugye a becenévről rögtön eszembe jutott, amit hallottam, hogy sok helyen ki volt írva évtizedekkel ezelőtt, hogy ne lopj magyar. Hát szerintem ez a, ez a világ már azért elmúlt. A megítélés szerintem azoknak, akik kint dolgoznak, azoknak jó akik járnak Magyarországra osztrákként, azoknak a Magyarország képe az pozitív, de őszintén el kell, kell mondani azt is, hogy az osztrák médiában, főleg a, a politikai helyzet miatt, azért mert itt nálunk 2010 óta Orbán Viktor kormánya van, az negatív. Tehát van egy, én most már nyugodtan elmondhatom, mert nem vagyok nagykövet, egy olyan iratlan szabály, hogy az Orbán kormányról vagy semmit, vagy rosszat. Tehát pozitív cikket pedig lehetne miről, családpolitikától kezdve, a, akár most az atlétikai VB-n, ami szerintem egy nagy sikertörténet az országnak. Nagyon ritkán olvasunk valamit a, a azoknak az osztrák újságolvasóknak, akik nem jártak Magyarországon, egy negatív Magyarország képük van, de ez inkább a médiának tudható be, nem pedig a annak, amire ön utalt az elején, hogy olyan magyarok járnak át, akik mondjuk lopnának, én nagykövetként ilyenekkel nem nagyon találkoztam. Természetesen vannak a bűncselekményt elkövetők között magyarok, de nem, ezt nem lehet azt mondani, hogy ennek a száma lenne. Ez mindenképpen jó hír, de még itt visszakanyarodva a médiára, akkor ez azt jelenti, hogy Ausztriában igazából bármilyen médiára, ha gond, Tehát lehet így beszélni erről, így egységesen, hogy a média így és úgy találja például a magyarországi politikai híreket, vagy Orbán Viktornak a rendszerét így, ahogy van, így interpretálja. Vagy ott is azért vannak olyan, hát nem fő, fősodratú, de kisebb médiák, akik másképpen beszélnek. Ezt hogy képzeljük el? Vannak tudok példát is mondani, a, van olyan média, nem, amiket nem tartom a, a mainstreamhez tartozónak, a mainstream alatt abban a liberális mainstreamet értem, a, az újságírók jó része és ehhez joguk van, tehát én ezt nem vitatom el tőlük, inkább liberális baloldali beállítódású és nem konzervatív, tisztelt a kivételnek, vannak olyan sajtóorgánumok, amelyek viszont nem tartoznak ebbe bele. Ott én azt tapasztaltam, hogy ott azért nem, nem előítéletek alapján nyilatkoznak Magyarországról. Egyébként a kritikával lehet együtt élni, tehát azzal nekem semmi problémám nem volt nagykövetként sem, meg most magyarként sem, hogyha valaki bírálja Magyarországot, csak mondjuk, hogy állandóan negatívumokat orvasni, és visszahallani azokat a frázisokat, amikről akik itt élnek, meg ide járnak, tudják, hogy nem igazak, mondok néhány példát, hogy itt elnyomják a médiát, nincs médiaszabadság, egyszerűen -egyszer nem igaz az online média, nagyon kritikus a kormány szemben is, és akkor ezt mindenki így beveszi, tehát ezt, ezt nehéz megélni, egyébként nehezen élik meg a, a Ausztriában élő magyarok rendszeresen kaptam ilyen e-maileket, hogy nagykövet úr csináljon már valamit, mert ez tartatatlan, hogy miket nyilatkoznak az osztrák tudósítók Magyarországról, ami nyilvánvaló hazugság. Nagyon nehéz ez ellen már védekezni, mert ez egy, ez egy nagyon védekező pozíció, és igazából, főleg, ha egy nagykövet próbál valamit helyre tenni, volt már ilyen is, akkor azt mondják, persze ez azért mondja, mert az Orbán küldte ki Ausztriába. De ha már itt járunk az Orbán kritikánál, ugye Sebastian Kurz nem régen itt járt Magyarországon, és hát kapott ezért a nyugat-európai mainstream-től, akár sajtótól, médiáktól hideget, meleget, hogy hogy, hogy idejött Magyarországra. Tehát, hogy ez is mutatja azt, hogy ö, ami itt Magyarországgal történik, vagy ahol Orbán Viktor neve ö, egyáltalán feltűnik, vagy szóba jön, ott beindulnak ezek az indulatok. A, nekem nem. Tisztem, és Szebastián Kulcs sincs rászorulva, hogy megvédjem őt, de azért azt tudnia kell mindenkinek, hogy ő ellene egy, egy rágalom hadjára zajlott. Ugye ugyan vádat emeltek ellene, de aki járatos a jogban, az tudja, hogy az, az még nem jelenti azt, hogy valakit elítélnek. Tehát az ártatlanság jogát mindaddig, amíg ellene jogerős ítélet nem születik, azért meg kell neki adni. És én, aki úgy lettem nagykövet, hogy politikus is voltam, voltam a miniszterelnök kabinet főnöke, meg országgyűlési képviselő. Elég jól ismerem a média, meg a politika működését, és láttam már olyat. És Ausztriába is szembesültem ilyes, ilyesmivel, amikor a média úgymond kicsinált egy politikust, majd azt a politikust aztán felmentették. Egyébként van statisztika is talán arról, hogy a politikusok ellen indított vádemelésekből jó esetben 20%-ban lesz ténylegesen ítélet. A 80%-át a politikusoknak felmentik, csak közbe lejáratják ezeket az embereket. Ugye minden ilyen politikai akciónak minimum három oldala van van ez a politikai dimenzió, ami a kurc ellen zajlott, vagy aki kicsit járatosabb az osztrák politikában volt az Ibiza botrány, az akkori szabadságpárti elnök Hans Christian strache le kellett mondania emiatt a kormányi széteset. A Strache-t sorra fölmentették az ellene megfogalmazott vádak alapján, nem ítélték el, de ő közben tönkrement, más lett a pártelnök, és emberileg is, meg jogilag is nagyon nehéz volt magát helyre tennie. Ugye a legnehezebb az ilyen támadásokban pont az emberi dimenzió. Amikor valakinek gyereke van, és bemegy a suliba, aztán a szemébe vágják, hogy a te apád ezt csinálta, azt csinálta, meg miért, miért van és ez nagyon nehéz. Amikor hazamegyünk, aztán a saját gyerekünk mondja azt, hogy apa, úristen, mi történt, meg a gyerek kedet is bántják a sulibe miatt ezeket így az ember mérlegeli, hogy akkor jó helyen vagyok-e, meg érdemesen nekem politikával foglalkozni. Na itt bezárom a zárójelet, a kurcra visszatérve, ő most ö, ö, nem politikus, hanem üzletember lett, mert lemondott a néppárti elnöki pozíciójáról is, meg a, a kancellári pozíciójáról is, és ö, ö, majd a bíróság eldönti, hogy elkövette-e azokat a, cselekményeket, amelyekkel őt megvádolták. Adjuk meg neki azt az esélyt, hogy lehet, hogy mégse úgy van, ahogyan a média ezt beállítja, majd ez ki fog derülni. Szabad ember, oda megy, ahova akar. A magyar miniszterelnök Orbán Viktor meg olyan, hogy akivel egyszer jóba volt, és a Sebastian Kurco nagyon korrekt viszonyt ápolt, azt ő nem felejti el és attól függetlenül, hogy a kursznak hogy alakul az élete, és ne felejtsük el, hogy ő har még nincs 40 éves. Tehát, hogyha ő most meg úgymond kikerül ebből az egész jogi perpatvarból, és újra politikai pályára lép, akkor még jó esélye lehet arra, hogy legyen belőle valaki. Majd meglátjuk, mit hoz persze az élet. Egy tehetséges emberről van szó, egy olyan valakiről, aki, aki meg tud szólítani a karizmatikus képességeivel, 15-16 százaléknyi választót, és erre nem mindenki képes Ausztriába. Na, itt tartunk, ez nagyon jó, egy kicsit bele tudunk pillantani az osztrák belpolitikába. Most, amit elmondott, én abból azt szűröm le, hogy azt gondolja, hogy Kurz ellen egy ilyen lejárató kampány, ezt mondta is, ugye zajlik. Ez egy politikai indítatásból elkezdődő lejárató kampány, ami ellene folyt, vagy is folyamatában van és folyik, és ha igen, akkor mivel érdemelte ezt ki, ön ezt hogy látja? Hát ugye én, hogy mondjam, erről nincsenek bizonyítékok, csak feltételezem, hogy, hogy szúrta a szemét valakiknek, hogy ő ennyire sikeres. Ugye a, a a politika az olyan egy kicsit, mint egy, mint egy hagyjárat, egy, egyfajta ilyen politikai háború, ahol az egymással szembefeszülő felek sokszor a kívülállók számára érthetetlen módon próbálják egymást úgymond elintézni. A Sebastian Kurz nagyon fiatalon lett kancellár, és hihetetlen népszerűségnek örvendett, és ráadásul egy néppárti kancellár lett, aki összeállt a Szabadságpárttal és létrehozott egy, egy néppárti és egy radikális koalíciót, ami jól működött. Ezt aztán az Ibiza botrányjal megbuktatták. Majd újra megnyerte a választásokat, és szerintem lehet azt mondani, hogy, hogy bizonyos köröknek jobb, hogyha ő nincs benne a politikába, mert Ugye, um, ahhoz túlságosan sikeres. Na de ebbe segítsen akkor még nekünk, hogy itt a néppárt, a szabadságpárt, mit értsünk mi magyarokhez alatt, körülbelül hova helyezzük el a politikai palettán őket? Hát nem akarom a magyar viszonyokhoz hasonlítani, mert nehéz lenne, de a, mondjuk a szabadságpártról azt kell tudni, hogy az Ausztria egyik legrégebbi pártja. Még a, a nevét is onnan kapta, hogy a 48-as forradalom idején jött létre, nem véletlenül hívják szabadságpártnak, és egy konzervatív, jobboldali beállítódású pártról beszélünk, amely először történelmet a korábbi neves osztrák kancellár Süsszel, Wolfgang Süsszel idején írt történelmet. Volt egy olyan pártelnökük, aki Karintiából származott, Heidernek hívták, és ő feltörte azt a kétpárti két rendszert Ausztriában, amely 30 éven keresztül adott egyfajta stabilitást az országnak. A két rendszer azt jelenti, hogy mondjuk képzeljük el, hogy a szocialisták meg mondjuk a Fidesz. Nyer, felváltva, és egymással szövetkezve alakítanak kormányt, és ebbe jött be egy harmadik szereplő, a Szabadságpárt, úgyhogy a néppárt a 2000-ben, 2001-ben talán, vagy 2000-ben koalíciótra is lépett velük. Tehát ők zavarták ezt a Ausztriára azért jellemző leosztást, hogy lehetett tudni, még cégekről is, hogy melyik hova tartozik jobb oldali vagy baloldali, és ebbe bezavart. És most egy olyan kormány van, amire még korábban nem volt példa, mert a néppárt általában nagy koalíciót csinál, nem azt jelenti, hogy az ottali baloldali párttal az SPÖ-vel áll össze, most nem ez történt, hanem a zöldekkel együtt kormányoznak, és ennek a néppárti zöld együttműködésnek egyébként meg is vannak a nehézségei, mert sok ügyben azért nehéz közös nevezőre hozni a két pártot, ilyen ügy, például a migráció is. Ilyen egy picit Németország is most, tehát hasonló hát, ahhoz a helyzet? Annyiban uh, igen, hogy, uh, annyiban nem, hogy ott uh, a vezető párt az, az a, a szociáldemokrata párt, az SPD, és uh, a zöldekkel és a szabaddemokratákkal kormányoznak, de uh, volt rá példa, hogy a, hogy a néppárt, vagy elképzelhető lenne, hogy a néppárt ott is összeáll az öldekkel. Ezt egyébként nagyon sokan szeretnék, és a választópolgárok egy jó része értékelné is, mert nagyon sok fiatal szimpatizál a zöld ideológiával, ugye a zöld eszmékkel. De említette a migrációt, és akkor mehetnénk is tovább ezen a vonalon. Mit szól, vagy hogyan viszonyul most Ausztria és az osztrák nép a migrációhoz? 2015 óta változtak-e az álláspontok? És már említette azt, vagy hát beszéltünk itt a műsor elején arról, hogy azért az osztrákok nagyon kitettek a vendégmunkásoknak, tehát itt a magyaroknak a COVID idején való otthon maradása is megviselte őket. Tehát, és, és ugye ezt szokták mondani évként a migráció mellett, hogy a gazdaságnak egyszerűen szüksége van ezekre az emberekre, akik bizonyos munkaköröket ellátnak. Így van, ezt sokan gondolják így, és Ausztria nagyon különbözik is ebben Magyarországtól. Az osztrákoknál van egy olyan Hívjuk társadalmi megegyezés, hogy az jó, ha Ausztria lakossága évente növekszik. De hogy ezt hogy érjük el demográfiával, tehát úgy, hogy van -e elég gyerek, vagy a bevándorlással, az nekik mindegy. Tehát abból nem csinálnak problémát, hogy jönnek bevándorlók, de különbséget kell tenni az illegális bevándorlás, meg az irányított bevándorlás között. Az irányított bevándorlásnak azt hívom, amikor cégeknek szüksége van munkaerőre, amit ön is említett, és akkor toboroznak külföldről vendégmunkásokat, és ők döntik el, hogy ki jöjjön be. De 2015-ben, ami történt, az nem egy irányított bevándorlás volt, hanem egy mások által szervezett, úgynevezett illegális bevándorlás, vagy migráció, és 2015-ben Ausztria kapott egy nagy pofont, mert ugye a mi határainkat is hirtelen 2015. augusztusában több tízezer illegális migráns lépte de nem maradtak nálunk, hanem mentek tovább nyugatra. És az első úgymond nyugat-európai ország, Magyarországról az Ausztria, akkor 2015-ben az odaérkező illegális migránsok jelentős része elment tovább, ment Németországba, a családjához, az ismerőseihez, vagy a skandináv országokban, ezekben az országokban a szociális ellátórendszer az, az nagyon bőkezű, és a odaérkező illegális munkásan odaérkező embereket is védi. Most a 2023-at írunk, a, a, helyzet annyiban más, hogy a, a, nem csökkent az illegális migráció révén Ausztriába érkezők száma, sőt, 2022 végén többen adtak be menekült kérelmet Ausztriába, mint 2015-ben, és látható, hogy a, ha el is utasítják valakinek a menekült kérelmét, az nem megy el nem tudják hazaküldeni, nem tudják kitenni, hanem valahova kerül. Sokszor azt se tudjuk, hogy hova, mennek Olaszországba, mennek tovább Németországba, de 2015-höz képest az is egy új jelenség, hogy sokan ott maradnak Ausztriában, mert Ausztriában is nagyon komoly szociális ellátórendszer van, és jó ott lenni, meg hosszú utat tesznek meg, mire ideérnek, és a, azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy én nem ítélem el azokat az embereket, akik útra kelnek, és máshol próbálnak szerencsét, mert mi egy olyan részén élünk a világnak, ahol, ahol, azért nem kell nyomorogni. Sajnos háború az, az már van, azt már nem lehet mondani, hogy békébe élünk, mert ugyan nem itt van közvetlenül a ami szomszédságunkban, de Ukrajna, Oroszország a háborúban áll, de elítélni az embereket nem lehet, de az, hogy ez Európának nem jó, azt ki lehet jelenteni, és az osztrákok is egyre inkább felismerik azt, hogy ez az illegális migráció, ez nekik nem jó, problémákat okoz. A Burgellandban van olyan éjszaka, hogy nem tudnak a az ott élő a határmenti településen élők nyugodtan aludni, mert annyian jönnek át, még úgy is, hogy Magyarország kerítést épített. Rengeteg ember használja ezt a balkáni útvonalat Magyarországon, Románián keresztül, arra, hogy eljusson Ausztriába, azt onnan meg tovább, vagy ott maradni Ausztriában. Hát te azt mondtad, hogy Magyarországon keresztül, tehát még így is. Hát, máshol nem nagyon tudnak, uh -huh. ugye? Hiába van kerítésünk, a, a csempészbandák, mivel időközben a migráns, az embercsempészet akkora üzlet lett, nagyobb üzlet már, mint a kábítószer csempészés, hogy ők fel vannak fegyverkezve, fel vannak szerelve, Mindenféle drónokkal látják, hogy a kerítés mellett mikor mennek el a, a rendőrök, és akkor gyorsan hozzák a létrát, átmásznak ott, már várják őket, és ha nem kapják el őket, akkor kisbuszokkal, autókkal tovább szállítják őket. És Románia felől pedig nincs is kerítés, tehát ott meg még könnyebb átjönni, csempészik őket teherautókban is, és ez az illegális migráció, ez sajnos még a megépített kerítés ellenére se szűnt meg, hiába küldünk mi vissza rengeteg illegálisan az országba érkező embert, ettől függetlenül sokan lépik át még mindig a határt Szerbia felől is, illegálisan, meg Románia felől is. Változtatott ez az ember tömeg az osztrák városoknak a mindennapjain, vagy a város látképén, tehát érzik ezt az emberek? Persze, persze vannak Bécsnek már olyan kerületei, ahol ez nyilvánvaló. Bécsben évente épül 40 ezer lakás, arra számítva, hogy rengeteg ember jön Ausztriába, és ez, ez változik a, 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 társadalmi összetétel is, de a bécsi városvezetés ezt nem tekinti problémának. Ahogy említettem, ennek jónak tartják azt, hogy növekszik Ausztria lakossága, és ott sem születik el, elég gyermek, a, tehát önmagában gyermekszületéssel nem lehetne megoldani például a munkaerő problémát se. Csak ahogy említettem önnek, a, azt gondolják most már egyre többen Ausztriában is, hogy, hogy ha munkaerőre van szükség, akkor nem illegálisan kell, az illegális migránsok közül kellene kiválogatni, hanem ott helyben, ahol ezek az emberek élnek, ott kellene toborozni vendégmunkásokat és emberhez méltó körülmények között elhozni. Ausztriába, hogyha szükség van külföldi munkaerőre. Hogyan tudják integrálni ezeket a bevándorlókat? Ugye más az a vendégmunkás, akiről ön is beszélt, például a magyar vendégmunkások, aki oda megy, ledolgozza a 8-10 órát, aztán hazavonatozik, tehát hogy van egy ilyen ingázás is Magyarországról, illetve hát nyilván kulturálisan együtt is élt a két nép hosszú ideig, tehát közünk van egymáshoz, de akik messzebbről jönnek, akár a közel-keletről, Afrikából, ott már azért a kulturális különbségek is ugye kijönnek sokkal erőteljesebben. Tudják őket jól integrálni? Van erre egy program? A próbálkozások vannak, mert meg kell tanulniuk először is a nyelvet. Ugye az, aki nem beszéli a német nyelvet, az nem tud integrálódni a munkaerőpiacra se, meg egyébként se. Erre vannak programok, meg állami támogatás, úgy, ahogy ez, 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 megy, de amit én hallok, meg hogy, hogy ö, inkább párhuzamos társadalmak alakulnak ki. Tehát ez az integrációs hajlandóság, a, főleg az illegálisan beérkező emberek jó részében, tehát van olyan, akire ez nem igaz, amit mondok, nincsen meg. Mert ö, nem akar, integrálódni, abba bíznak, hogy egyre többen és többen lesznek, és kialakul a saját közösségük, ugye a többségük az muszlim vallású, és a muszlim vallás megadja nekik azt az erőt, hogy ők ők ne kelljen, hogy integrálódjanak a, a többségi keresztény társadalomba. Tehát ez az egész integrációs folyamat, legalábbis amit én Ausztriában láttam, az nagyon döcögve megy, főleg úgy, hogyha váratlanul, hirtelen ennyi ember jön egyszerre, és ezt nem lehet irányítani. Iskolákban, osztályokban egyre több az olyan gyermek, aki még nem tud jól németül, az anyanyelvét se beszéli már olyan tökéletesen. Van tanárismerősöm, aki mondta, hogy azokat a gyerekeket, akiknek nincs úgynevezett stabil nyelvük, és nem tanulnak meg időben jól németül, egy idő után nem lehet képezni és ez meghatározza az életpályájukat is, mert nem tudnak tovább tanulni, csak bizonyos munkákra lesznek képesek. Tehát az, aki, aki, nem tudja teljesen időben gyerekkorában elsajátítani a német nyelvet, az egy idő után azzal szembesül, hogy őt nem lehet fejleszteni. És nyilván kihúlik az iskola rendszerből korán, Igen. Igen. és aztán pedig hát, vagy elkallódik, vagy adnak neki valami segédmunkát, tehát hogy ez ezt a probléma Igen. Így van. ismert már. Igen. És akkor még ennek ellenére is a legfőbb cél, ami az osztrákok szem előtt van, hogy nőjön a lakosság, tehát az ország lakossága, vagy az osztrákoknak a száma, és az, hogy hogy megváltozik akár a kulturális, tehát hogy milyen, milyen hatással van ez az osztrák identitásra, a kulturális képre, arra a világnézetre, amit ők eddig vallottak, ez háttérbe szorul. Vagy azért van olyan párt, aki azt mondja, hogy ez igen is fontos, és ezzel foglalkozik. A Szabadságpárt ilyen. Uh -huh. hát ők, ők nem véletlenül vezetik a közvélemény kutatásokban, a, kutatásokban a, listát, a listát, ők az első messze megelőzve, illetve több százaléka megelőzve a többieket, ami egy meglepetés, de alapvetően azért, mert ők ezen a véleményen vannak, gyakorlatilag ugyanazt mondják, mint amit Magyarország is képvisel, hogy, hogy az illegális migráció az nem tesz jót. A, 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 a társadalomnak meg kell védeni Európa határait, és hogyha szükség van vendégmunkásokra, akkor nekünk magunknak kell eldönteni, hogy mennyi vendégmunkást és honnét kiket hozunk, mert egyébként olyan szociális problémákat hozunk, húzunk magunkra, amelyeket előbb-utóbb nem fogunk tudni kezelni. Beszéljünk akkor gyorsan a külpolitikáról is, hogy az is beleférje még az adásba. Kitört az orosz-ukrán háború, őnekkor már osztrák nagykövet volt. Hogyan viszonyultak ehhez az osztrákok? Először akkor legyen ez a kérdés, és utána térjünk rá a nato ja, Nagyon fontos tudni azt, hogy Ausztria semleges ország. Erről ma mindjárt beszélek egy kicsit. Tehát nem tagja a NATO-nak, ellentétben például velünk Magyarországgal. 1955-ben, a Ausztria volt az egyetlen olyan ország a keleti blokkban, amelyet elfoglaltak a szovjet csapatok, ahonnan kivonult, kivonult az orosz hadsereg. Ennek az volt az ára, a feltétele, hogy Ausztria elkötelezte magát 1955-ben az új államszerződésükben az úgynevezett semlegesség mellett. Nem egyedül van-e a világon egyébként Ausztria ezzel, mert egyik szomszédos ország, Svájc is ilyen például. Ausztria esetében ez a semlegesség kicsit leegyszerűsítve két dolgot jelent, hogy mindenki értse, hogy mi az, hogy semleges valaki. Az egyik az az, hogy nem állomásozhatnak a területükön külföldi, nem hívhatnak be külföldi hadsereget. A másik pedig, hogy katonai missziókba az ENSZ jóváhagyása nélkül ők nem küldhetnek katonákat. Tehát az összes olyan osztrák békefenntartó, aki mondjuk a Balkánon van, vagy afrikai országban van, az csak azért mehet ki, mert hogy semleges Ausztria, hogy a NATO vagy az ENSZ felkéri. És mivel Ausztria nem része a nato nak ezért az ukrán-orosz háborúban is próbálta ezt a semlegességi politikát vinni. A, volt egy olyan időszak az elején, amikor a, a, médiában is felvetették, hogy ez az egész semlegesség, főleg egy ilyen háborús helyzetben idejét múlt. Meg kellene haladni, és meg kellene fontolni Ausztriának, hogy ahogy, ahogy Európai Uniós tag lett, legyen a NATO-nak is a tagja. De ez a vita elég hamar eldőlt, mert azzal érveltek a, a kormányzó, azzal érvelt a kormányzó párt egyébként joggal, hogy az osztrákok 80%-a azt, hogy Ausztria semleges, az pozitívként éli meg, ugyanis 1955-ben ennek a semlegességi politikának tulajdonították azt, hogy ők szabadok lehettek, függetlenek lehettek, és jól élhetnek. Tehát ha ezt most lefordítom magyar nyelvre, az azt jelenti, hogy semleges maradok, akkor jól élek, független leszek, és szabadságom is meg lesz. Tehát minek változtassak ezen? És a, az orosz-ukrán konfliktusban is próbáltak ennek megfelelően politizálni, ez nem mindig volt tartható, úgyhogy ez egy kicsit módosult arra, hogy ugyan Ausztria katonailag semleges, de politikailag el, elítélte az orosz agressziót, és segítette Ukrajnát ugyan nem fegyverekkel, de az ukrán, nagyon sok ukrán menekültet fogadtak be, ott is rengeteg gyerek jár osztrák iskolákba és nagyon sok ukrán kért Ausztriába a menedékjogot, és az osztrákok hozzájárultak ahhoz is, hogy a szomszédos NATO tagországból, Olaszországból, Ausztria területén keresztül vigyenek fegyvereket Csehországba, vagy Szlovákiába, és onnét tovább Ukrajnába. Ugyan azért ezek be az országokba, mert mi magyarok nem járultunk ahhoz hozzá, hogy halálos fegyverek menjenek közvetlenül Magyarország területéről Ukrajnába. Most itt előkerestem egy cikket, amit találtam, a Politikon jelent meg, még a nyár közepén egy olyan cikk, ami arról írt, hogy habár Magyarországot támadják sokan, de közben Ausztria, Putyin, európai erőgyelet, és a hidegháború semlegességből idővel szoros orosz-osztrák kapcsolat szövődött. Erről mi a véleménye? Mennyire igaz ez, és miért lehet Ausztriát ezzel vádolni? 1955-ben, amikor papíron elmentek az oroszok, legalábbis az orosz hadsereg, azért az úgy történt, hogy az osztrák-orosz kapcsolatok azok jók voltak. Kevesen tudják, hogy a legnagyobb külföldi befektetők között Ausztriában oroszok vannak. Cégeket vettek meg, rengeteg orosznak van ingatlan a Bécsben is, de a a menő sívidékeken, szállodáktól kezdve, golfpályákon át, kastélyokig, nagyon sok minden. Tehát jelen, mindig is jelen volt az orosz tőke Ausztriában, mert egyrészt egy szép ország, tehát aki járt Ausztriában, jár oda télen vagy nyáron turistaként, az látja, hogy szinte nem tudunk oda olyan helyre elmenni, hogy azt nem mondjuk, hogy hú, de szép ez is, meg minden milyen jó állapotban van. Ugye eleve egy ilyen német, típusú ország, azért rend van, Mindenki nyírja a füvet, rendbe tartja a portáját. Tehát azért ott jó lenni, jók az ételek, biztonság van, ezt, ezt az oroszok is nagyon értékelték. És a, a, ugye Bécs, meg, meg maga is olyan, hogy, hogy erről filmek, regények is születtek, hogy mindig is egy kémközpont volt. Nem tudok jobb szót erre. Tehát a, az úgynevezett egymással ellenséges külföldi hírszolgálatok, ügynökei, ott találkoztak, ott beszéltek meg dolgokat. Majd a 80-as években ezt megfejelte Bécs azzal, hogy Genf után odajött a második európai ENSZ központ, és kevesen tudják azt is, hogy a világ egyetlen fővárosa, ahol ENSZ központ van, mert sem New York, sem Genf nem főváros, talán Afrikában, Addis Abeba lett még ilyen ENSZ központ, abban az egy főváros, mert Etiópiának a fővárosa, de a nyugati kontinensen Bécs az egyetlen főváros, amely jelentős ENSZ központtal rendelkezik. És mindig is szeretett Ausztria híd szerepet játszani a nyugat meg a kelet között, hiszen ugye a kelettel szomszédos ország, mert velünk is, a csehekkel is, a szlovákokkal is közös a határuk, meg a korábbi Jugoszláviával, most Horvátország, Szlovénia, és ez a, ez a, ezek a szempontok összességében segítették azt 55 Ausztria hit szerepe, hogy a osztrák-orosz kapcsolatok jók legyenek. Aztán ebbe úgymond belerondított a háború, de azért ezeket a kötődéseket nagyon nehéz felszámolni. A mai napig van a Raiffeisen banknak üzleti tevékenysége Oroszországban, és hiába szólították fel a szankciós politika révén, hogy hagyja el Oroszországot, nem teszik meg találkoztam a Raiffeisen vezetőivel, és többször elmondták, hogy a legtöbb nagykövetség például a Raiffeisen banknál vezeti a számláját, ha ők elmennének, akkor nem kapnának fizetést például a nyugat-európai diplomaták se, meg a cégeknek a működésébe is komoly problémákat okozna. Tehát arra akarok csak kiukadni, hogy azért azt nem lehet mondani, hogy ők, ahogy, mint a, minket is illetnek sokszor ilyen vádol, hogy Putyin hitfőállása lennénk, egyik ország se az, de egyik ország se ellensége saját magának, tehát az érdekek, a gazdasági érdekek sok mindent meghatároznak. Azért a, a háború kapcsán Ausztria is igyekszik a, az orosz kapcsolatokat minimalizálni, illetve ahol ez muszáj ott föl is számolni. Hogy állnak az ukrán menekültekkel? Ugye az ukrán menekültek azok a mai napig nagyon pozitív megítélés a esnek. Személyes ismerőseim is vannak Ausztriában, akik befogadtak hónapokra, hetekre olyanokat a házukba, akiknek nem volt hol lakni. Tehát még mindig ennyi idővel a háború kitörése után is a hajlandóság az osztrák lakosságban, hogy az ukrán menekülteken, szegényeken segíteni kell, segíteni kell az anyákon, a nagymamákon, a gyerekeken, az megvan és szerintem ez nem is fog változni. Ez teljesen elkülönül attól az illegális migrációs megítéléstől, amiről korábban beszéltünk. Ugye ez egy teljesen más jelenség. Még a NATO-ra egy picit visszakanyarodva, Nográdi György biztonságpolitikai szakértő mondta ez egyik műsorban, hogy az osztrákokra is nagy nyomás helyezedett, hogy, vagy helyeződött, hogy lépjenek be a NATO-ba. Itt erre a vitára gondolhatunk ez alatt? Igen, igen. Ez volt egy ilyen időszak, de lekerült a napirendről. És ez akkor teljesen egyértelmű volt. Igen. Könnyű volt egyébként a politikusoknak ennek a nyomásnak ellenállni? Nem volt nehéz, mert, hogy mondjam, a, a, minden politikusnak az az érdeke, hogy olyan döntéseket hozzon, amit a, a saját népe elfogad az osztrák politikának az, hogy az osztrákok, nekünk az, hogy a magyarok. És ahogy említettem önnek, az osztrákok, a közvényi kutatási adatok, a felmérések szerint 80 ban azt támogatják, hogy Ausztria maradjon semleges. És Ausztriát, ha most őszinték akarunk lenni, részben NATO országok veszik körül, azok meg nem fogják támadni, és annak a valószínűsége, hogy egy Liechtenstein vagy Svájc Bármiféle ha háborút indítana Ausztria ellen, az azért nem olyan nagy. Tehát arra akarok kiukadni, hogy a nagy tétje ennek a, a dilemmának nincsen, minek lépjenek be a NATO-ba. A saját biztonságuk, a saját érdekeik úgyis biztos, biztosítva vannak, hogy ezt nem teszik meg. Ráadásul az osztrákok se akarják ezt már, mint az osztrák lakosság. Milyen egyébként, ha erről esetleg van információja az osztrák hadseregnek az állapota? Ugye, mert aki NATO tagország, annak van egy ilyen kötelező évi fejlesztési minimum meghatározva, nem mindenki tartotta be, most itt az, az orosz-ukrán háború miatt sokan elkezdték ezeket az irányelveket betartani. Az osztrákok ezzel hogy álltak, vagy pont emiatt, ami, amit ön is mond, hogy kik a szomszédok, nem tartja ezt olyan fontos kérdésnek. Igen, ez egy, ez egy probléma Ausztriában a, a, értető módon, mivel nem NATO tag Ausztria a hadsereg fejlesztésére nem ment annyi költségvetési pénz, mint egyéb szempontokra. Egy olyan országban egyébként, hogy most szintén egy eszembe jutott, amely, még az első világháború előtt, az osztrák-magyar monarchia idején Európa egyik legnagyobb, legjobban szervezett hadseregével rendelkezett. Aztán ebből úgy hozta az élet a történelem, hogy az 1955-ös államszerződés követően olyan évtizedek jöttek, ahol a hadsereget fejleszteni úgymond értelmetlen dolognak tűnt. Ezt most sokan bánhatják, a katonák mindenképp, de, de akár a politikusok is, meg a lakosság is, mert ha Ausztriának meg kellene magát védenie, saját erőből nem lenne erre képes, de nem Ausztria az egyetlen ország, amely sajnos ilyen helyzetben van. A második világháború, a, a náci múlt az úgy hozta, hogy több európai tagországban, meg a NATO-tagság úgy alakult az élet, hogy ezek az országok beleértve minket is saját erőből nagyon nehezen tudnák magukat megvédeni. Nekünk úgymond szerencsére ott van a NATO amely segítségünkre sietne, hogyha valamilyen probléma van. Az osztrákoknak elvileg nincs ott, de nehezen tudnám elképzelni azt, hogyha Ausztria bajba kerülne, akkor ne találná meg az európai közösség azt a megoldást, amely Ausztriát is kisegíti a bajból. A hadsereget pedig, és ez sokan sérelmezik is, több, többnyire katasztrófa elhárításra használják, meg határvédelemre tehát nem arra a célra, amire általában egy-egy ország hadsereget működtet. De ha már itt tartunk, és szóval, hogy az osztrák-magyar monarchia is, hát azért a XX. században az osztrák-magyar monarchia révén is egy nagy hatalom, mi szerepet tudott betölteni, Ausztria is. Ez egyébként feldolgozódott már a társadalomban, hogy most más a helyzet, hogy másképp alakult a történelem, és ezeket alapokat kapták. Azért most egy kisebb nemzetről beszélünk mégiscsak, tehát hogy ők ezt hogyan dolgozták föl, vagy értékelik most. Ez egy jó kérdés egyébként, és nehéz is rá válaszolni. Két dolog jut róla eszembe, az egyik, hogy részben igen, részben nem. A Ausztriának van még egy feldolgozandó, ugye ez a Németországhoz való viszony, ugye fura dolog, hogy egy olyan országról beszélünk, ahol ugyanúgy német az anyanyelv, de mégse németeknek hívják őket meg Németországnak, bár volt olyan időszaka, amikor Német Ausztria nevet viselt, és volt az a osztrák lakosságnak egy jelentős része, amely a náci Németországgal is szimpatizált, 1938-ban, amikor az Anschluss volt, akkor ugye az emberek egy jó része ezt éjjenezte. Voltak abban az időben is persze olyanok, akik ezt nem nézték jó szemmel, de nem ők voltak akkoriban többségben. Tehát arra akarok kiukadni, hogy Ausztriának van egy kicsit ilyen német fóbiája, nem tudok jobb szót rá, tehát hogy ő a kis testvér, de ugyanakkor meg azért szeretne más arcot mutatni, mint a, mint a németek. A monarhiával meg úgy vannak, hogy én még mindig találkoztam olyan emberekkel, akik nagyon erősen szimpatizálnak a mai napig a monarchia világával. Ez egy kicsit úgy meg is mosolyogtatott néha, mert olyan idejét múltnak érzi az ember mondjuk, ha belegondolunk abba, hogy volt olyan időszak, hogy az osztrák-magyar monarchia volt Európa legnagyobb országa, és persze sokan játszanak el a gondolattal, hogy a mi lett volna, ha ez úgy marad, és mondjuk a, az osztrák-magyar monarchiából lett volna az Európai Unió, amire egyébként volt esély egy ideig, de aztán a történelem másképp hozta, és a, a néha azért észreveszem az osztrákokon egy-egy beszélgetésbe, hogy még mindig azt hiszik, hogy, hogy ők, 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 ők a tótum faktum, tehát hogy ők ugye az osztrák-magyar monarhiát is ők irányították, és azért ők különbek, meg itt az egész Balkánon azért az osztrákok szeretik megmondani, hogy hogy legyen. De a világ annyit változott, már megfejlődött, már hogy erre a fogadókészség az már, már nem nagyon van meg. Habsburg családdal kapcsolatban mi a vélemény, mi a hozzáállás, hogyan látják őket ma? A Habsburg Györgynek egy, egy örökérvényű mondását idézném idebe. Volt egy rendezvényünk a nagykövetségen, a Habsburg, Otto Habsburg alapítvány az nem Ausztriába lett bejegyezve, hanem Magyarországon, ami egyébként nem véletlen, nem tudtak Ausztriába megállapodni erről. És ő azt mondta, hogy a, az osztrákok, azok a Habsburgokból, a magyarok meg a Habsburgokkal élnek. Mondta ezt ő magyarul. Hm. És ebben van egy nagy igazság. Ugye 1918-ban a Habsburgokat megfosztották a vagyonuktól, még el is kellett, hogy hagyják az országot, sokáig még az állampolgárságot se kaphatta meg a trónörökös. Ugyanakkor meg ha valaki ma elmegy Bécsbe, és meg akar valami látványosságot nézni, az majdnem mint Habsburg. Tehát azt a, azt a nem tudok jobb szót rá, de idézőjebbet teszem, hogy zseniális trükköt, hogy elzavarom a Habsburgokat, elveszem mindenüket, majd úgy mutogatom meg az ide érkező turistáknak, mintha ez az enyém lenne. Na ezt, ezt csak Ausztria tudja megcsinálni. Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, Nagy köszönöm. Andor volt izraeli és osztrák nagykövet volt a vendégünk. Köszönöm szépen.